Kedi Csokon, hölgyeim, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Hanyadik részből láttunk az előbb jeleneten? Harmadikból? Én a harmadikra tippelek. Akkor tippeljük. Harmadik. Én a harmadik. Én nem tudom. Én a harmadikra tippelem, azt hiszem ezt. Az előbb itt azon vitatkoztak, hogy hány éve forgatták a filmet. Most ezt természetesen nem egyfajta történelmi visszatekintést kérek önöktől, csak egy évszámot, jó? Mert azt hiszem három évszám hangzott el. Igen, most kiderült, hogy 77-ben 77. kezdtük, és 78-ban lett bemutatva. Igen. Ugye? Igen. Fél évig forgatták, hogy ezt is most lestem el önöktől. Igen, ez körülben. Akkor soknak vagy igen. Kevésnek számított? Soknak. Soknak? Nem, négy rész a sok? Hát persze. Soknak. Nem? Négy rész volt a sok, hanem az időt. Igen, el kellett teljen, évszakok és reggeltől estig. Igen. Szóval minden nap reggel 6-7-kor mentünk, és este 6-ig együtt. Melyiküknek az életében jelent többet az a Big Él, mint bármely más produkció? Azért kérdezem ezt, mert... A Zsuzséva azt mondta nekem személy szerint, hogy hát a szerencsi meg te ezt így kikaptátok, szóval jó, meg rossz értelemben is, hogy ez maradt rajtunk igaziból, szóval úgy... Na most én azért azt nem írnám alá, hogy rossz. Nem úgy mondom, hogy rossz, hanem hogy annyi minden más is volt közben neked is. Persze, hogy volt. De és hogy ez az ember marad... mitől lesz népszerű, ugye, az igen. Később derül ki. Igen. És ez nem baj, gondolom. Nem, sőt, ha magamról beszéltek egy kicsit, 84-ben én megkaptam Rómában a legjobb női alakítás díját. Truszkó díját, igen. Ugye? No. Ezért. Oda sorozatokat neveztek el a fesztiválra. Úgy van, ugye? És 84-ben, hát ki gondolta, hogy ugye kikerül az Abigail, és hát szóval igen. Arra gondoltak, hogy az Abigail nélkül hol tartanának most? Nézze, az az igazság, hogy sok mindent köszönhetünk neki, ugye ezek szerint így kell fogalmaznunk, mert a népszerűséget ugye a televízió adja. Ezt a mai napig is. Igen, de maga ez a mű, ez a négy részes sorozat, ez annak idején, ha jól emlékszem, csak jó kritikát kapott, én megpróbáltam utána járni. Igen. Jó kritikát azzal, hogy ez egy olyan ifjúsági regénynek az adaptációja, amely mondjuk korosztályoknak a szívét rengette meg, lehet, hogy rossz volt használnak magyarul, hogy túlnőtte az ifjúsági regény keretét, és piciktől egészen idősekig követték figyelembe ezt a négy részt. Így van. Igen, nagy meglepetés is volt, mert ifjúsági sorozatnak szánták, és nagyon nagy meglepetés volt, emlékszem, hogy minden generáció izgatottan nézi, várja. De most is. És most is. Most is, ugyanis voltam egy forgatáson, és egy idős fővilágosító bácsi azt mondta, hogy jaj, tehát nem csak én, az unokám, igen, 4,5 éves. És már az Abigail a kedvence. A Duna Televízió azt hiszem műsorára tűzte 3 évvel ezelőtt, vagy 4, nem vagyok biztos benne, és akkor a gyerekemnek az osztálytársa is rajongtak érte. Igen. Most nézik az ismétlést? Egyáltalán szólt önöknek valaki, engem fölhívtam, hogy lesz ez a sorozat. Nem, megismétli. Az, hogy lesz az, arról senki. Csak valaki fölhívta, fölhívott, hogy nézem-e. Igen? Igen. És aztán igen. Másnap, nem is tudom, ahova mentem, ott szakmabeliek, a kollégák mind ültek és nézték. Egész meglepő volt. Mindenhol nézték, és ezt nézték. Így kattintgatták a csatornákat, és ott ragadtak az Abigail előtt. És azt mondták, most nézem 5-5-ször. Ezek szerint ezt a produkciót jól kezelte a magyar kulturális vezetés, tehát ez a helyén ment mindig ez a sorozat annak idején? Hogy a helyén? Szerintem a közönség hát, nagyon szeretni. Hát tudnék, hogy közönség szóval... siker még most is. Tehát, hogy hát én úgy gondolom, hát az egy biztos dolog előre. Én úgy gondolom, elnézést, mert tényleg nem akarom átvenni a szót, de a gyerekem miben ugye... Jó napot kívánok Isten áldásával! Akkor majd befejezem máskor. De kedves tanárnő, foglaljon helyet körünkben. Ide? Lehet? Igen, kedves sokom. Szóval, hogy vagy nem akarok a szabadba vágni, csak szóval remekül. És te? Én is, és különösen. És mit is tanítottál? Hát arra nem emlékszem. Mindent, amit kellett. Csak én nem voltam jelen. Ja, igen, nem volt arról szó. Én inkább csak beírtam az osztálynaplóba hiányzókat. Egyébként, ha már néztem itt kint a váróban, hogy miről van szó egyáltalán, és meglepetésemre az Abigailről, hát mikor titeket láttalak, akkor nyilvánvalóvá vált a dolog. Két dolgot kell itt megemlíteni, hogy miért jár hihetetlenül népszerű, hogy ma is úgy szóval az egész ország nézi, hogy nagyon jó irodalmi anyag kell. Nem lehet, hogy csak valaki a saját
mit tudom én, Link elképzeléseit rögtön cellulózéra vesse. A második pedig egy olyan rendezőkkel, mint a Zsurzs Éva volt, nem azért, mert a Kati véletlenül van itt, de az Évának minden rendezése, akár a Fekete Városra gondolok, akár a Falu jegyzőjére, a Danai Dákra, mindegyikre, amiben benne voltunk majdnem mindegyikünk, ezek mind olyan hihetetlenül emberiek, olyan szépen vannak rendezve, hogy boldogság nézni ma is, és ezerszer fogják ismételni őket, és egy öröm. És itt a forgatáson volt egy nagyon, nem tudom, elmondtátok-e, egy egész szomorú esemény is, az, hogy a forgatás elején már tudta az Évike, hogy a Básti halálosan beteg. Igen, hát és igen. Úgy forgattunk, egy ilyen dringen dolog volt, hogy már egyidejűleg szinkronizáltunk, emlékeztek rá, mert a Lajos Sánfej már a hangja. Ez volt az utolsó szerep. Ahogy befejeztük, igen. El is hunyt a Lajos. Úgyhogy ez 77 igen. Júniusában halt a szem meg, és 77 januárban kezdtünk el forgatni. Igen. Én emlékszem arra, hogy a születésnapot emlékszem, mikor ünnepeltük. Az összes tanárnak úgy sírtunk, hogy szörnyűt, és azt nem játszottuk, hanem tényleg sírtunk, mert az valami borzasztó volt, de hát rengeteg jó élményünk is volt, és hát azóta is hát játszottunk együtt Évikével, 8 évig az édesanyja. Ági meg folyton a lányomat játszott a különböző darabokban, és Kaci, jaj. Mindezt azt árulja el, hogy a forgatáson is így rájut az osztályra, hogy most? Nem, én nekem volt valami titkos telefonom, azt most sem tudom, hogy kivel telefonáltam, nyilván valami sweetheart. Emlékeztek egyszer? Kiszököm. Igen. Nagyon szerelmes volt. Szerelmes volt valakire. Hát az a jelenet. Azt nem bírtam csak, hogy egy olyan borzalmas ilyen pótlékot raktak, mert így volt akkor is a hajam, és azt mondták, hogy nem korabeli legyen, és raktak egy olyan rémes pótlékot rám, amitől ilyen a fejem, és olyan rendetlen mindig, úgyhogy azt nem szeretem. De volt egy nagyon édes meglepetés benne, az, hogy mikor az óvóhelyet próbáltuk, az a lejelent már lement, igen, akkor az óvó helyet az angol kisasszonyoknak a pincéjében óvó helyet csináltuk, ahova én iskolába jártam végig, és ott érettségiztem, és megláttam, és az akkor el is írtam magam, mert akkor már nagyon régen államosítva volt az iskola, és itt jelentem be boldogan, hogy most már egy éve újra az angol kisasszonyoké, és én mit alapító öreg diák, hát mindenkit... szeretettel üdvözlök onnan is, aki oda jár újra, és érezzék azt a boldogságot, amit mi mind diákok ott éreztünk. Ami tényleg olyan jó iskola volt. Mi nem oda jártunk. Nem, hát ők a matulába jártunk. Jó lett a hangulat, és nem lehet úgy látni minket lelőni. Ja, vége van? De akkor lesz vége, amikor ön úgy gondolja, én nem megszakítani. Schubert Évával a jutalomjáték díszletében mindjárt átmegyünk. Igen. És ott mit csinálunk? Ó, hát azt majd játszunk. A hölgyek megnézik kint, ahogy ön is megleste. Nem lehetne velük maradnom? Nem férünk be a díszletbe. Egyrészt, másrészt pedig a jutalomjáték ma önnek szól. Tisztelettel. Hát ez érdekes lesz, mert én úgy örültem, hogy jutalomjátéket 21 éve forgattuk, 22 éve a filmgyárban nem is tettem be a lábamat, úgyhogy nem tudom, miről szól a jutalomjáték. Csak nem egy film. Nem, hogy van-e egy fél másodperc még valamit elmondanom, hogy ezt a lengyelek... Akkor viszont maradjunk itt, jó? Én azt mondom, alakuljunk át. A lengyelek megcsinálták, ezt tudod, anyukám mesélte, hogy megcsinálták a lengyelek. Meg én láttam. Ugyanez. Évikének volt a születésnap. Ugyanis a következő volt, hogy ezt levetítették, és annyira tetszett nekik, hogy ők megcsinálták lengyel verzióba. Na most én forgattam a Gyarmati Líviával egy filmet, amiben egy amerikai vörös keresztes hisznő vagyok, és a lengyel főszereplővel játszom, és volt, mit tudom én, két akárhány mondatunk, és beszélgetünk, és ez egy fiatal ember, és valamit ott a szünetben beszélgetünk, és azt mondja nekem így angol tudom már ki vagy, tehát te vagy a torma! Mondja nekem angolul egy forgatáson, és én nézem, mondom, hát ez nem létezik, ez vagy itt lakik ez az ember, vagy ez csak teteti, hogy lengyel, vagy nem tudom mi van. Ugyanis ugyanúgy látták, és ugyanúgy a torma maradtam ott is. És így tudta, hogy szóval hogy annyira nagy siker volt kint igen, is. Igen, jó, azért nem volt ez egy skatuja, én remélem, mert nem, mindig de hogy fejezzem be azt a gondolatot, ha már úgyis itt maradtunk, jó? Mert hogy tényleg azért volt jó a sorozat. Mert vannak ugye kamasz gyerekek, mindenki életében gyerekek. És a fiamnak, amikor fölvettem a tizedes és a többieket, 21-szer kellett vele megnéznem. Pedig hát az sem a készült. Hát ez egy öngól, nem? Ugye? Nem öngól, csak arra mondom, hogy az Abigailt is rengetegen újra és újra meg fogják nézni. Igen. Ja, hogy az öngól, hogy 21-szer? Hát persze. Nem, én nagyon élveztem.
Hölgyeim, köszönöm szépen, most reklám következik. Nika György vendége. Hoppá. Szubert Éva, ismét kerít csókolom, és átültünk közben egy másik díszletbe. Ott állok majd az oszlopok között. Igen. Nehéz megszólalni azért, amikor ön valahol jelen van, nem? Ja, úgy érti, hogy sokat beszélek? Na, elhallgatok. Nem, én ezt úgy értem, hogy elég szuggesztív személyiség, és amikor tényleg belépett az előbb, akkor az ön egykori Abigyéles tanítványa, hogy azért kellő tisztelettel néztek, nyilván nem csak mint... Hát ez a kornak szól, ez a kornak szól. Hanem mint sajna. Talán meglepetésnek. Azt mondta, hogy egy olyan műhöz, mint az Abigyél, jó alapanyag kell. Ön műfordító is. Vagy, hogy mondjam, hobbija a műfordítás, de lehet, hogy nem hobbija, csak néha beleszalad egy-egy műbe, amit lefordít. Igen. Jól mondtam, ugye? Igen. Francia, és talán... Németül is. Német. Egy darabot fordítottam angolból is, bár angolul nem beszélek, de hát megértek mindent. És úgyhogy angolul fordítottam egy darabot, a Most már elég címűt, egy... Wilde-nak hívják, de nem az Oscar Wilde, egy amerikai szerzőtől. Aztán most németből fordítottam egy nagyon érdekes darabot, ami tulajdonképpen kétszemélyes, Szád Márki utolsó szerelme a címe. És ez engem nagyon megfogott a darab, mert ezt láttam Potsdamba, és aztán elkértem és lefordítottam. És az író azt mondta, hogy próbáljam megrendezni, de hát egyelőre senki sem harap rá, pedig nagyon érdekes a darab. És franciából megfordítottam egy Ginette Garcin darabot, nagyon édes hat nőnek, ráadásul négy öreg nő, az a nagyon jó benne, de hát az se veszi elő senkibe. Mindenki olyat akar elővenni, ahol két vagy három szereplő van, mert nincs pénz, ugye? Hát mi már nem tudunk, az én korosztályom már nem fog kitaposni magának szponzort. Ha valakinek magától eszébe jut, ám adjon, de ha nem, nem. Nincs, nem van fontos játszani, lehet fordítani. Ja, és hát meg könyveket fordítottam, ugye? Hármat. Az Aznavour életét, a Piafét, igen. Meg a Mireille Mathieu-ét, igen. És hogy van erre ideje? Mert hogy ahogy itt most megpróbáltam... Ne, hát ne vicceltem. Mondom, hogy 22 éve nem voltam a filmgyárba, 10 éve nem voltam színpadon Magyarországon, és 3 éve nem voltam a szinkronban, hát van időm. Jó, és azt áruljál, akkor mitől van az embernek az a benyomás, hogy mégis jelen van? Mert ezzel én is csodálkozom mindig. Nem hiszem, mindig. Hogy úgy érzi, hogy nincs jelen, annak ellenére, igen, se filmjár, se tévé, tudom, se szinkron. Nem tudom, pedig hát folyton utazom, meg kint vagyok, meg bent vagyok, nem tudom. Talán azért, mert mindig gyalog megyek mindenhova, és folyton látnak, nem tudom. Jó, hát, ez komolytalan, nem? Hát egy van önből, nem? De ön még rádiózott is, nem? Régen rengeteget, 73-ban. De műsort vezetett. Azt is sokat, igen. Nem csak... 15 évig vezettem a Könyvről könyvért, tehát amit én is írtam, én szerkesztettem, én vezettem. Aztán volt élőszólmuzsikával csináltam, nőkről nőknek, lányok, asszonyok. Nagyon sok műsorban voltam benne. Sőt, még tévében is, TV2, amikor új voltak, ott is vezettem műsort. Hát ezen kívül tanít, még mindig? Tanítok, igen. 10 évig tanítottam a Zen Akadémián. 3 év folyamot operistákkal, színészmesterségre, és idén abba hagytam, mert olyan dolgok történtek, a hivatal packázásai, mint Shakespeare mondja, hogy ahhoz nem volt kedvem, csak olyat csinálok, amit nagyon nagy kedvem van. Szóval én úgy elmegyek mindenhonnan, ahol egy kicsit is rosszul érzem magam, mert én csak jól tudom magam érezni. De úgy néz ki, hogy nem nagyon lehet befolyásolni, nem lehet megtörni, tehát ez a filmgyári félkönycsepp, ami egyáltalán, ha volt ilyen a filmgyár, és nem érdekli semmi, mindig hát a talpára, de mi, mondja? Hát most voltam például Mexikóban, hát ez egy olyan felfedezés volt a lelkemnek, a tudatomnak, hihetetlen, olyan érdekes emberek, tudja, mi itt Európában, ebben a kultúrában olyan homofáberek vagyunk, mint a Szerb Antal mondta, szóval ilyen szerszám, meg ilyen külvilágon érvényesülni tudó eszközöket gyártó ember, és ezek pedig együtt élnek a természettel, ilyen homo mágikusok még, tudja? Ez olyan csodálatos volt látni, hogy mindenki olyan derűs, pedig szegény, mindenki vidám, zenél, énekel, hihetetlen. Emlékszik a Ricsaj trióra? Hogyne. Mi vagyunk a...
Hogy is? Mi vagyunk a három is, du-du-du-du, egész nap csak a szó, hu-hu-hu-hu. Tényleg most olyan napsugán, nincs másibánk, csak hogy énekelünk, igen. Valahogy így volt. És hogyan viszik az 50-es évekre? Ugye az intrika hegyek, intrikák, intrika hátán, ön, ha jól emlékszem, színházat is kellett, hogy változtasson. Hát az már, igen, hát... 57? Vidám színpad. De... Ja nem, a vidám, az azért volt, mert valaki kitalálta, hogy én őt lámpavasra akartam húzni. 56-ban ez a Szemes Mari volt, aki följelentett, és akkor büntetésből el kellett mennem egy évre a Vidám színpadra, mert akkor a büntetés mindig az volt, hogy kabaré, politikai kabaréhoz kell az embert utalni. Igen. De aztán egy év után elmentem onnan, mert a Magyar Bálint, a mostani miniszternek az édesapja volt, az igazgató a Vígszínházban, és hívott, és de mire oda mentem, addigra már őt váltották le sajnos, de ott voltam 21 évig a Vígszínházban. És a kabarét nem szereti? Vagy nem szerette, vagy a politikai kabarét én nem szerette? Én a világon mindent szeretek, ahol játszani lehet. Én mindent ugyanazzal az igénnyel is csináltam, azt hiszem, hogy ez ki is derült. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy van egy-két szerep, amit szívesen eljátszana. Ez megint obligált kérdés mindig természetesen, van. Még mindig de van. Pontosan ezért mindig van. Benne, hogy... Volt 20 évig volt egy például az O'Neill-nak a Boldogtalan holdja. Amit lehet, hogy 20-tól 40 éves koráig játszani az embernek, az egy olyan szerep volt, és amikor elmúltak ezek az évek, akkor nem sírtam utána, soha nem nézek hátra, csak előre, és azt mondta, hogy mi van mostan 50-60 éves. Hát aztán most már csak a 60 éveseket nézem, de még mindig van egy olyan fáv, van Strindberg, mit tudom én, Kísértett szonáta, van egy Vitkiewicz anya például. Hát azért mondom, mert ezeket remélem nem játssz el senki elől. Többit nem mondom, mert hányszor mondtam valamit mindig. Ki tudná eljátszani Magyarországon ön elől ezeket a szerepeket? Aki akarja, akinek pénze van. Csak pénzkérdés, azt mondja? Most már igen, azt hiszem. És miért nem fordít valami, miért nem műfordít le magának valami jó kis szerepet? Mondjuk egy monodrámát például. Nézze, én annak idején csináltam monodrámát, egy lengyel monodrámát, még akkor ez egy alternatív dolog volt, az Espresso színpad, a Petőfi Sándor utca 6-ban, Szécsi Lajos volt a rendező és a igazgatója ennek az Espresso színháznak, de annyira nem fogadták be, hogy neki végül is el kellett távozni, elment Svédországba szegény. És akkor emlékszem, hogy különböző kritikusoknak szóltak, mert hát állítólag jó voltam benne, és akkor lejöttem a színpadra, hogy elkapkodták a kezemet, és az valami olyan nagy élmény volt, hogy úgy tetszett az embereknek, még édesanyám is láthatta. De túl van a monodrámán már, azt mondja? Azon túl vagyok, igen, az megvolt, és akkor azt mondta az egyik kritikus, akit felkértek, hogy ő vasárnaponként mindig Pécsre megy, most nem tud jönni, a másik azt mondta, az ő felesége a Vígszínházban van, ő nem teszi ki ennek magát, és a harmadik meg azt mondta, hogy elküldi a feleségét. Hát szóval így jártam ezekkel, nem baj, hát nem baj. Jaj, pardon, most meglöktem ezt? Nem tudom, arccal a jövőbe. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hát én meg köszönöm, hogy maga ilyen kedves volt. És személyesen is megismerkedtünk. Schubert Éva voltam.